nagy szervező munkába telik ezt a panelmaratont megszervezni. Igazából most már 12. alkalommal szervezünk, van benne egy kis rutinunk, de hát azért mindig vannak plusz feladatok. Ez alkalommal hány helyről kezdtek a kutatóságot regisztrálták? Körülbelül hány helyről? Hát igazából egész Magyarországról jönnek, tudunk ilyenről, hogy Debrecenből, tehát ilyen messziről is eljönnek, Pécsről, Miskolcról, aztán ebből az évben ugye jöttek még Szlovákiából, Pluszba, Horvátország, ugye Szlovénia, és jöttek Ausztriából is körülpárosok. Hagyományosan ugye ezeken a papíronokon szokták a rendeződött az elmúlt években ez a kerekvárosok? Hát igazából a nagy része ugyanaz, de azért most ebben az évben voltak újítások, mind a közepes és mind a Moszkvában is. Hányan regisztráltak a 300-ra? Most ugye a kánikula miatt egy kicsit kevesebben voltak, mint az előző években. Közel 300 főt regisztráltunk a maratonra. És a 100-es távot az tudod nagyjából, hogy hányan voltak azon külön mondjuk? Hát ugye az elmúlt évek tendenciája az szokott lenni, hogy a nagyobb távon, a hosszú távon a 110 kilométeren többen vannak. Most ugye valószínűleg a meleg miatt sokkal többen mellettek a 50 kilométerre. Milyen kaliberű biciklisek vesznek részt ezen a... Hát itt már azért egy kicsit komolyabb biciklisek, sőt elég profi biciklik jönnek és profi biciklisek. Hogyan értékeled ezt a 12. rendezvényt? Hát én azt gondolom, hogy minden elismerésem a résztvevőknek, tehát ebbe a kánikulába, közel 40 fokba, azt hiszem minden elismerés, hogy egyáltalán itt vannak. Ehhez képest szerintem ez a közel 300 fő, ez nem olyan rossz. Meg vagyunk elégedve a rendezvényben. 15 kilométeres távot ilyen családi vezetőkésnek hirdetített meg, erre is jelentkeztek? Hát ezen csak nagyon kevesen voltak, mert ugye ezen inkább a gyerekekkel jönnek kibiciklizni, tehát gondolom a szülők felelősség teljesen ilyen melegben nem hozták ki a gyerekeket kerékpározni. Például az kitől népszerű ez a verseny, hogy ennyien, azért tényleg sokan eljöttek, meg ahogy mondott, hogy gyerekesek is léptek rajta. Hát egyrészt ugye, mert most már elég régóta szervezzük, másrészt ugye a táji adottságok azon szerintem biztos, hogy népszerűvé teszik a rendezvényt, az, hogy nem egy országba biciklizünk, hanem egy maratonon belül három országot érint a maraton. Ilyenkor most ki vagytok a szervezők, de van ennek más szervezési rendszere is, ugye, hogy nem így igen. Igen, ez minden évben más, ugye vagyunk a Mi a Mozogok Egyesület, van a szlovén és a horvát partner, és akkor ilyen rotáció szerzően minden évben más a főszervező, jövő évben Lendváról fog indulni, és értelemszerűen akkor Lendvá, vagy a Lendvai Egyesület lesz a főszervező, majd következő évben Horvátország, tehát itt mindig más szervező. Kérdeztek ilyenkor eredményt? Igazából a Pannon Maraton az nem egy verseny, ez egy ilyen örömbiciklizés inkább, úgyhogy itt nincsen időmérés, nincsenek helyezettek, itt mindenki nyer, aki beérkezik a célba.